A sárospataki református teológia imaterme közel 100 érdeklődővel telt meg azon az esten, amelyen Grillus Dániel és Grillus Vilmos, valamint Sebestyén Márta volt a vendégelőadó. A hely szellemének megfelelően megzenésített zsoltárokat adtak elő a jelenlévőknek. Alapvetően mégiscsak arra készül az ember, hogy találkozik a közönséggel. Akár ilyen, akár olyan, akár olyan alkalomban. Tehát a mi dolgunk végül is az, hogy megpróbáljuk átadni azt, amit mi tudunk, amit mi szeretnénk nyújtani, azokat a dalokat, amiket megírtunk, és azt gondoljuk, hogyha azokat eljátsszuk, akkor hát, ha valami jobb lesz a világban. Nagyon-nagyon picikét, és ez persze egy nagyon gyarló gondolat, de hát az ember mégiscsak ezzel a szándékkal áll neki mindennek. Azért a zsoltárok azok olyan általános témák, és annyira mindig fogódzót jelentenek, akár az imádságos része, akár a himnikus része, akár a panaszkodó része. Ugye ott mindig vannak az embernek valami személyes dolog, amiben bele tud kapaszkodni. Tehát egész biztos, hogy ezt a zsoltár koncertet azt mindig valahogy meg is éljük azon belül, hogy valóban el akarjuk jól és örömet szerző és élményt adó módon énekelni. Az előadók számára nem csak a hely szelleme, az előadandó témák, hanem a széksorokban ülő korosztálya is fontos. Örülünk, ha minden korosztály képviselve van, mert akkor úgy érezzük mi is, hogy mindenkit meg tudtunk szólítani. Ha csak nyugdíjasok vannak, akkor annak is van egyfajta üzenete. Ha csak gimnazisták vannak, mármint amikor nem ők vannak ugye beültetve mások által, annak is van egyfajta üzenete. Amikor gyerekműsor van, akkor persze, hogy gyerekek vannak, hát ezt senki nem vitatja. De hogyha egy ilyen szabad rendezvényen vannak nyugdíjasok is, és gimnazisták is, és a kettő között minden, akkor tulajdonképpen azt érezzük, hogy mi nem vagyunk beszorítva sehova, amit mi elgondoltunk, az nagyjából bárkit megérinthet. A neves előadók estje egyben része volt annak az ünnepség sorozatnak, amelyet a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma szervezett az egyház történeti vetélkedő kapcsán, illetve ez a Kálvin év egyik záró eseménye volt.